Sziasztok, üdvözlök mindenkit a legújabb videómban, én Dóra vagyok. A mai videóban kommentekre fogok reagálni. Elég régen volt már a csatornámon ilyen típusú videó, és ti is kérdeztétek már párszor tőlem, hogy mikor lesz már ilyen videó, ha van kedvem, akkor igazán csinálhatnék, mert nagyon szeretitek nézni. Hát most van kedvem ehhez. Úgyhogy összeválogattam néhány olyan kommentet, amiket tőletek kaptam itt a videóim alatt, illetve olyan kommenteket is, amiket, hogy fogalmazzak szépen, jött-ment emberektől kaptam, és hát ezek a kommentek nem lesznek túl pozitívak. Ezeket a kommenteket ti, most mondom azt, hogy sajnos nem látjátok, mert ugye a YouTube kiszűri ezeket a negatív, bántó kommenteket, nem engedi közzétenni a videók alá, de én arra gondoltam, hogy annyira szívesen megmutatnám nektek ezeket a kommenteket is, hogy tényleg léteznek ilyen emberek, akik azért nyitják meg a videóimat, azért jönnek oda a YouTube csatornámra, hogy az undorukat kifejezzék. Nos, hát az első komment az nem egy negatív komment. Imádom benned, hogy nem lehet téged megsérteni, vagy legalábbis nem mutatod. Sok sikert a továbbiakban is. Engem is meg lehet sérteni, csak én nem úgy reagálok a bántásokra, mint nagyon sok ember. Sokan ugranak, és már egyből szájkaratézni kezdenek a másikkal. Én azt gondolom, hogy ennek semmi értelme nincs. Én abszolút annak a híve vagyok, hogy amennyire lehet, nyugodtan tudjuk kezelni a dolgokat, nyugodtan tudjuk megbeszélni. Én például kommentben sem szoktam neki menni az embereknek, pedig azért szoktam én is eléggé durva kommenteket kapni. De a lényeg az, hogy meg lehet engem is érteni, és amikor kapok egy ilyen kommentet, akkor egy ilyen 3-4 napig bennem van, őrlődök, gondolkodom rajta, hogy ezt én mivel érdemeltem ki, miért kell bántani engem csak azért, mert a saját nememhez vonzódok, vagy a külsőm miatt. Ezek nyilván bennem vannak, de bizonyos idő után ezt így el tudom magamban rendezni, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy én ilyen vagyok. Következő kommentet Sárközi Annától kaptam. A Pride hónap alatt ugye jó néhány helyre ki volt tűzve a Pride flag, és én ezt az egyik helyről le is videóztam, és megosztottam veletek, a short, rövid videóim között itt a YouTube-on megtaláljátok. És hát ugye ez alá, a videóm alá kaptam azt a kommentet az Annától, hogy, vagyis inkább azt a kérdést, hogy és te az vagy? Nem tudom, kedves Anna, hogy te megnyitottad-e a YouTube csatornámat és végiggörgetted-e így a videóimat, mert hogyha ezt megtetted, akkor bizonyára észrevetted, hogy igen, én az vagyok. Következő kommentet Pap Ádámtól kaptam. Januárban posztoltam egy videót, amiben bemutattam nektek, hogy én milyen parfümöt használok. Cristiano Ronaldo Gémon parfümjét használom már január óta, és én nagyon-nagyon válogatós vagyok parfümök terén, meg egyébként úgy minden téren, és végre valahára megtaláltam a számomra megfelelő, milyen kifinomultan beszélek, szóval a számomra megfelelő parfümöt, viszont nagyon felkeltette az érdeklődésemet ez a parfüm, amit az Ádám ajánlott, szóval így szól a komment. Ajánlanék neked egy parfümöt, ami a DM-ben is kapható, és nincs annyira férfias, de nőies illata sem, inkább unisex. Én mindig ezt használom, Cuba Original. Van több fajta, de szerintem az Original a legjobb illatú. Narancsárga a csomagolása, és henger alakú. Na hát, kedves Ádám, én ebből a parfümből mindenféleképpen be fogok egyet szerezni, aztán majd meglátom, hogy ez hogy fog nálam beválni. Nagyon szerettem az ilyen fűszeres parfümöket, szóval abszolút egy jó ajánlat volt. Nagyon szépen köszönöm innen is. A következő kommentet Erdős Kamillától kaptam. Milyen viszonyban vagy a meleg férfiakkal? Haverok? Tartasz meleg férfiakkal baráti viszonyt? A meleg férfiak kapcsolatát másnak látod, mint a leszbikusokét? Köszönöm, Kamilla, ez egy baromi jó kérdés volt. Én nagyon jó baráti
viszonyt ápoltam és ápolok mai napig meleg férfiakkal. Én nem teszek különbséget senki között. Engem nem ez fog érdekelni, hogy ki hová tartozik, ki mit csinál, hanem az, hogy emberséges legyen és tiszteljük egymást. A meleg férfiak kapcsolatát, párkapcsolatát nem látom másabbnak. Most őszintén elmondok nektek egy nagyon durva tapasztalatot, és szerintem ezzel nagyon sokat egyet fogtok érteni, mert ti is nagyon sokan találkoztatok szerintem már ezzel a jelenséggel. Egyszer felhozódott a téma, fogalmam nincs, hogy honnan, ugye ez az egész LMBTQ téma, és egy férfi azt mondta nekem, hogy ő a leszbikus lányokat sokkal jobban és könnyebben elfogadja, mint a meleg férfiakat. És ugye akkor jött a Dóra, és megkérdeztem tőle, hogy és mégis miért gondolja ezt így? És ha hiszitek, ha nem, az volt a férfinek a válasza, hogy azért, mert a leszbikus pornó sokkal jobb, mint a meleg pornó, és hogy milyen undorítóak a meleg férfiak. Ő biztos nem nézne meleg pornót soha. Hát azt ki kellene tiltani. Amikor meghallottam, nem is volt több kérdésem. Tehát az intelligencia szintje ennek a férfinek a béka segge alatt van. Ezzel engem is ugyanúgy megsértett. Szóval ilyen nincs. Undorító gyerekek, de komolyan. És én ilyenkor mindig azt szoktam mondani, hogyha a meleg férfiakkal bajod van, akkor velem is ugyanúgy bajod van, vagy ugye, hogyha az LMBT közösségből bárkivel is bajod van, akkor velem is ugyanolyan bajod van, mert én ide tartozom, és ő mondja, hogy jaj, nem, veled nincsen semmi bajom, mert te leszbi vagy, meg te lány vagy. Könyörgöm, nem így kellene relevánssá válni. Eléggé undorító, ugye, hogy így kategorizálnak be embereket. Miért nem ül le az illető egy meleg férfival beszélgetni, megkérdezni azt, hogy neki mi a szakmája, van-e családja, mi a hobbija, az életszemléletéről mesélhetne neki. Én azt gondolom, hogy nagyon sok mindenkinek megváltozna a véleménye. Szóval, kedves Kamilla, én nagyon-nagyon köszönöm neked ezt a kommentet, mert így ez most így eszembe jutott, hogy ezt a sztorit elmeséljem nektek. Szóval én egyáltalán semmilyen párkapcsolatot nem látok furának. Szeretni emberi jog. Ilyen egyszerű. Következő komment, amit kaptam. Örök kedvenc vagy és maradsz. Jó lenne egy közönség találkozó. Nagyon szépen köszönöm, nagyon édes vagy. Bárki is van a felhasználó mögött. Egyébként én is gondolkodtam már párszor ezen a közönség találkozón. Instagramon fogom szerintem meghirdetni, de lehet, hogy YouTube-ra is fogok majd egy rövid videót posztolni erről. Úgyhogy írjatok ide a komment szekcióba továbbra is, hogyha jó ötletnek tartjátok a közönség találkozót, és tényleg annyira édesek vagytok, hogy így gondoltok rám, meg hogy bíztattok, úgyhogy csak így tovább. Következő kommentet Kis Dórától kaptam. Egyébként nekem az új ruhákról jutott eszembe, hogy beszélhetnél az öltözködési stílusodról. Mennyit változott az elmúlt években, hogyan találtál rá a saját stílusodra, stb. Dóra, egy nagyon-nagyon druszám, egy nagyon-nagyon jó ötletet adtál, nagyon-nagyon jó videó ötletet adtál egyébként, amikor ezt a kommentet megírtad nekem, ugyanis mindenféleképpen jönni fog a jövőben egy ilyen videó. Annyit ugye elmondok nektek erről, hogy én 2019 óta hordok férfi ruhákat, én ezekben a ruhákban érzem teljesen jól magam, ezekben vagyok önmagam, és lesznek majd itt kicsit ilyen durvább sztorik is, amiket szeretnék veletek megosztani. Szóval készüljetek, mert lesz egy ilyen videó, ahol igazából az öltözködésemről fogok nektek mesélni. És akkor a várva várt kommentek, amiket már úgy is tudom, hogy milyenek vagytok, már az eleje óta várjátok. A rövid videóm alá érkezett néhány finom komment. Magyarország nem lesz pride-os, nem fogjuk hagyni. Aztán Kálmántól is jött egy komment, egy ilyen
halálfej, egy ilyen csontváz fej. A következő Miklóstól érkezett. Az LMBTQ közösség mindig csak kér, soha nem ad. És ezt honnan veszed? Kedves. Vagy hogy is hívnak? Kedves Miklós, honnan veszed? A következő komment. Úristen, de undorító. Én nem tartom undorítónak. Én azt nem értem, gyerekek, egyébként, hogy embereknek, de most ezt őszintén kérdezem, hogy ez az embereknek örömet okoz, boldogságot okoz, hogy oda mennek videókhoz, képek alá, és kifejezik a gyűlöletüket, az undorukat irántunk, vagy irántatok bárki iránt, mert biztos vagyok benne, hogy már minden ember kapott ilyen, szinte minden ember kapott ilyen beszólogatásokat, de én csak azt nem tudom megérteni, hogy ha már ilyen, akkor miért nem tartja meg magának. És én azon szoktam komolyan elgondolkodni, hogy az értékes kis idejét a gyűlölködésre szánja, ahelyett az 5 perc alatt, 2 perc alatt, hogy ő oda kommentál, ahelyett csinálhatnátok valamilyen pozitív dolgot, foglalkozhatnátok magatokkal, fejleszthetnétek magatokat, és elfelejthetnétek azt, hogy embertársaitoknak ilyeneket írtok. Én értem, az építő jellegű kritikával semmilyen probléma nincsen, de ez az, hogy gyűlöletkeltő dolgokat írnak. Ha visszanézitek az előző 2 komment reakciós videómat, hát abban is voltak ilyen emberek, és azt hiszem, hogy még durvább beszólogatást is kaptam, ahol konkrétan a halálunkat kívánják az emberek. Szerintetek ez rendben van? Tehát én egyszerűen fel nem tudom fogni, hogy az ilyen ember mit érez, nem is akarom felfogni, csak egyszerűen én tényleg nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy az ilyen ember mit érez, mi van az ilyen emberekben. Nem tudom, hogyha ti tudjátok, akkor írjátok már meg nekem kommentbe, mert egyszerűen nem tudom hová rakni. Ja, következő komment. Az utóbbi videómat, hogyha megnézitek, akkor láthatjátok, hogy van benne egy olyan jelenet, amikor a fürdőkádban állok, törölközőkendőben és a hajam is be van tekerve, és nyomatok egy kis táncot. És valaki odaírta kommentbe, hogy a táncod mindent megért, csak kevés ideig láttam, és nem volt egész alakos. Viszont lehet segíteni rajta. Miért? De volt egy olyan komment ugyanez alatt a videó alatt, aminek viszont nagyon örültem. Katától kaptam ezt a kommentet. Fantasztikus vagy, a humorod verhetetlen. Peace. Köszi, Kata. Volt egy... A napokban kaptam egy eléggé durva kommentet, és én ezeket annyira ott hagynám a YouTube videóim alatt, hogyha engedélyezné a YouTube ezeket a kommenteket, hogy megjelenjenek, hogy tényleg lássátok, hogy ilyen emberek vannak. Levente Ádámtól kaptam ezt a kommentet. Tetszik vagy nem tetszik, de a hazugság örvényében azért ki kell mondani, egy ilyen gyerek a szülei számára az életük legnagyobb kudarca. Részvétem a szülőknek, Kára Dóriért. És én válaszolgattam egyébként itt neki, de aztán rájöttem, hogy nagyon nagy kár volt, mert olyan helyre küldeni üzenetet, ahol fölösleges, oda az én időmet is fölöslegesen pazarlom. Ugye én azt írtam ennek a Levente Ádámnak, hogy a szüleim büszkék rám, sajnálom, hogy ennyire nem látod át a dolgokat. Kár, érted? Igen, az ilyen emberek egyébként a fáradtságot sem veszik, hogy egy kicsikét jobban belássák magukat ebbe az egész LMBTQ-s dologba, hogy ez hogy is működik, hogy ez nem választás kérdése. Nem én találtam ki, hogy akkor most buzi leszek, és akkor most én csajokkal fogok randizni, stb. A szüleim pedig tényleg büszkék rám, hogy nem vagyok egy szar ember. Én emlékszem rá, hogy amikor anyának coming out-oltam, akkor ő annyit kért tőlem, hogy
ugye otthon voltam Szabolcsba, és megbeszéltük ezeket a dolgokat, és ő annyit kért tőlem, hogy majd mindig úgy menjek hozzá haza, ahogyan elmentem, egészségesen. Szóval, hogy neki ez a lényeg. Ő tökre nem érdekli azt, hogy én kit szeretek, én kivel vagyok, neki az a lényeg, hogy én boldog legyek. Nyilván ő is kereste ugye a miérteket, hogy ezek a dolgok miért vannak, utána járt a dolgoknak, teljesen valid oldalakról keresgélt, és hát ugye tőlem kérdezett, aki tényleg benne van ebben az egész dologban, hogy mit érzek, mikor éreztem ezt először, és megértette ezt az egész dolgot. Szóval, kedves Levente, én ezt nagyon-nagyon sajnálom, hogy te így látod, és egy olyan vonalon mozogsz, ahol a látásmódotok csak így létezik, és ilyen nem létezik. Most nem akarok ezzel nyilván senkit megbántani, és nem akarok itt semmilyen ilyen dolgot felhozni. Szóval én ezt nagyon sajnálom, kedves Levente Ádám, ez nem választás kérdése. Én mindig azt kívánom az ilyen embereknek, hogy egy hétig cseréljünk, bújj bele a bőrömbe, és majd megérzed azt, hogy miket érzek pontosan, milyen ez az egész dolog. Azt is el szeretném nektek mondani, hogy nem csak LMBTQ témával kapcsolatban vagyok így, hanem bármilyen más betegséggel, mentális betegséggel, testi betegséggel, tök mindegy, hogy miről van szó, akik nem hiszik el ezeket a dolgokat, kételkednek emberekben, azoknak is azt kívánom, hogy bárcsak tényleg helyet tudnának az emberekkel cserélni. Na de ebbe a videóba most csak ennyi fért bele, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha így volt, akkor jelezzétek azt nekem valahogyan. És még mielőtt lezárnám ezt a videót, kértelek titeket Instagramon, hogy LMBTQ kérdezfelelek videóhoz, tegyetek föl nekem kérdéseket. Nos hát ez alatt a videó alatt kommentben még mindig tudtok föltenni ahhoz a videóhoz kérdéseket, az eddigi kérdéseket pedig mindenkinek nagyon szépen köszönöm, királyok vagytok továbbra is, sok puszi, úgyhogy most már tényleg kiköszönök, szóval remélem, hogy tetszett. Most már így a videó végére összeakad a nyelvem, ilyenkor mindig ez szokott lenni, így az agyam az így túlpörög, de hát ideje nem. Szóval nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akik itt voltak, hamarosan találkozunk a következő videóban, addig is nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok!